A dunaújvárosiak szerint mostanában csak sejteni lehet esténként, mi hol van, pedig ők inkább látni szeretnének. Februárban számoltunk be róla először, hogy a helyiek arra panaszkodnak, mióta új energiatakarékos lámpák világítanak a városban, nem lehet látni. Rettenetesen figyelni kell, nagyon-nagyon sötét van. Az új lámpák abszolút nem adnak semmi fényt. Nagyon oda kell figyelni az utakon, mert bárhol elgázolhatnak. Uniós pénzből 238 millió forintért készült el a közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás miatt indított nyomozást az ügyben. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is úgy döntött, kivizsgálják, hogy szabályos volt-e a beruházás, ki is küldték a szakembereiket Dunaújvárosba. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársai fényes nappal délelőtt 10 és délután 3 óra között vizsgálták meg a dunaújvárosi lámpákat, de azt nem nézték, hogy sötétben hogy világítanak, egyedül azt ellenőrizték, hogy beépítették-e az új lámpatesteket. Azt viszont megvizsgálták, hogy küldtek-e sajtóközleményeket a lámpákról, összegyűjtötték-e a sajtóhíreket, amelyek a beruházással kapcsolatban megjelentek, foglalkoztattak-e esélyegyenlőségi munkatársat, helyeztek-e ki tájékoztató táblát, vagy hogy használtak-e újrahasznosított papírt a beruházás dokumentumában. A miniszterelnökség még áprilisban úgy válaszolt Jávor Benedek a Párbeszéd Magyarországért európai parlamenti képviselőjének kérdésére, hogy idézem, a helyszíni ellenőrzések a jogszabályban meghatározott követelményrendszer szerint sikeresen lezárultak. Tartok tőle, hogy a dunaújvárosiakat nem vigasztalja, hogy a papírokat a minisztérium rendben találta, amikor a lámpák maguk egyébként nem világítanak megfelelően. Ezért a minisztériumnak is, illetve a minisztériumi döntéshozóknak is felelősséget kell vállalniuk. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem azt vizsgálták, hogy jól világítanak-e a lámpák. Az Európai Bizottság nem azt kérte az NFM-től, hogy azt nézzék meg, hogy sötét van vagy világos. Az egy elég egyszerűen eldönthető kérdés. Az Európai Bizottság azt kérte a Fejlesztési Minisztériumtól, hogy a forrás kifizetésének a szabályosságát vizsgálják meg. Kerestük Dunaújváros fideszes polgármesterét, Cserna Gábort is, de azt üzente, amíg a nyomozás le nem zárul, nem nyilatkozik.